Márciusi tüzek. Ebben a hónapban már csaknem 50-szer riasztották szabadtéri tüzekhez a megyei tűzoltókat. Ma van a Down világnap. Évente 100-150 Down-szindrómás gyermek születik Magyarországon. Gátőrfutás Tiszabercelen. Több mint 300-an vettek részt a Vízvilágnapja alkalmából megrendezett versenyen. Március a szabadtéri tüzek időszaka. Még csak 21 nap telt el, de már csaknem 50-szer riasztották ilyen okból a megyei tűzoltókat. A Kölcsönyi Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az esetek 99%-ában emberi mulasztás az oka az égésnek. A katasztrófavédők azt tanácsolják, hogy oltóanyag minden esetben legyen a tűz mellett, így lehet a legkönnyebben megakadályozni a tűzkárt. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal pedig külön weboldalt indított erdőtűz.hu címen, ahol játékokon keresztül tanítják meg a gyerekeket a tűzvédelemre. A híres Deep Purple dalt a Smoke on the Water, azaz a Füst a víz felett címűt idézte a látvány Nyírpazony határában. Itt engedéllyel és minden szabály betartásával égették a patakmedrében nőtt növényzetet. A hétvégén viszont Kisvárda környékén komoly kárt okozott a tűz. Szombaton Kisvárda és Ajak között például 5 hektáron foltokban égett a nádas és a száraz aljnövényzet, amely egy 22 kV-os távvezetéket is megrongált. Éppen ezért a helyreállításnál 185 fogyasztó maradt átmenetileg áramszolgáltatás nélkül. Erdőtűz.hu. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal hozta létre ezt a honlapot azért, hogy praktikus információkat nyújtsanak az erdőtüzek megakadályozására. Ez az ötletes online játék pedig a gyerekeknek szól. Ezt is azért lehet letölteni az oldalról, hogy a legfogékonyabb fiatal generációt is megtanítsák a helyes viselkedésre. Az a tapasztalatunk így erdészként, hogy nagyon sok családba a gyerekeken keresztül lehet bejutni, tehát a gyerekek még fogékonyak a természet, a környezet és az erdők védelmére, és hogyha velük megértetjük a problémát, akkor saját gyerekeinkből is kiindulva ezt otthon azért szóvá fogják tenni, és hogyha olyat látnak akár a környezetükben, ami a természetet veszélyezteti, vagy az erdőket, akkor legalább kérdéseket tesznek fel a családon belül, és próbáltunk ennek a fogékony célcsoportnak megfelelő játékokat felrakni a honlapra. A megelőzés azért is fontos, mert a tűzoltók adatai szerint a szabadtéri tűzkárok 99%-a emberi mulasztás eredménye. Pedig néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhető a baj. Akár kerti, akár pedig külterületi égetésnél vannak. Mindenképpen fontos az, hogy oltóanyag rendelkezésre álljon, ne hagyják őrizetlenül a tüzet, illetve olyan kézi szerszámok is legyenek kéznél, amelyekkel esetleg az oxigént el tudják vonni, azaz mondjuk földet tudnak az adott tűzgócra tenni. Március a szabadtéri tüzek időszaka. A legtöbbször az aljnövényzet vagy a nádas gyulladt ki. A megyében ebben a hónapban csaknem 50-szer riasztották a tűzoltókat. Évente 100-150 Down-szindrómás gyermek születik Magyarországon, hangzott el a Kromoszóma napok elnevezésű programsorozat nyitó rendezvényén. A Down-szindrómával élők világnapja alkalmából a Nyíregyházi Down Egyesület az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztésének fontosságára hívja fel a figyelmet a következő napokban. Minden olyan érdeklődőt várnak a Nyíregyházi Csodavárba, akik szeretnének többet tudni a szindrómáról. Egy kis játék a Csodavárban, ahová szívesen járnak játszani a gyerekek, és nem csak a fogyatékkal élők, Down-szindrómások vagy autisták. A Csodavárban együtt játszhatnak, együtt tanulhatnak az egészséges és az eltérő fejlődésű gyerekek. Korábban a fogyatékkal élő gyerekek csupán 5%-a részesült korai fejlesztésben ebben a régióban. A Nyíregyházi Csodavárnak köszönhetően azonban a szülőknek most már nem kell több kilométert utazniuk, hogy korai fejlesztő foglalkozásokra vigyék Down-szindrómás gyermekeiket. Nagyon szeretjük, én külön jelentőséget tulajdonítok a csoportosnak, a szociális készségeit rendkívüli módon fejleszti, az egyéni meg hát nyilván azokat a képességeit, amire most szükség van, itt gondolok elsősorban a beszédindításra, meg az ilyen egyensúlyérzék, ezek a szenzoros tornák erre nagyon-nagyon jó. A Down Egyesület ernyőszervezetként fogja össze az országosan 16 szervezetet tömörítő Down háló tagjait. A szervezet a gyerekek fejlesztésén túl közösségi formája és segíti a családokat is. Nyíregyháza után Budapesten is hamarosan megnyílik egy hasonló fejlesztőközpont, de a program elérhető Máté-Szalkán és a határon túli térségek számára is mintát nyújt.
a mindenkinek becsengettek programmal tudtunk segíteni az Egyesület munkáját, és hát ebben biztos vagyok benne, a későbbiekben is tudunk nekik konkrét segítséget is nyújtani, de talán ennél még fontosabb az, hogy a szélesebb társadalmi közegben népszerűsítsük az ő tevékenységüket, minél több emberhez eljusson az az üzenet, amit ők közvetítenek. A héten kromoszóma napokat tartanak a Csodavárban, az érzékenyítő játékok segítenek más bőrébe bújni. Van a kihívás játékunk, ez a 0321 kihívás játékunk, amelyet kifejezetten a Down Egyesület azért fejlesztett ki, hogy a gyerekek felnőttek a játék folyamán, betekintést nyerhessenek abba, hogy egy Down-szindrómásnak milyen mechanizmusokon kell keresztül menni, hogy egy-egy adott problémát meg tudjon oldani. 100-150 Down-szindrómás gyerek születik évente Magyarországon, 8000-en élnek. A fejlesztő programok segítségével könnyebben integrálhatók az oktatásba, a társadalomba, és javítható életminőségük is. Egy 71 éves férfit gázoltak el a hétvégén Nagykálló belterületén. A gyalogosan közlekedő férfi feltehetően takarásból lépett ki az úttestre egy haszonjármű elé. A vezető már nem tudta elkerülni a balesetet, a 71 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Szakértő bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit. Lefényképeztek egy tetthelyről távozó betörőt. Egy Máté Szalkai templom udvarán álló épületbe tört be egy férfi vasárnap napközben. Ellopnia semmit nem sikerült, mert a lelkész meglátta, sőt mobiltelefonjával még le is fényképezte, amikor kifelé mászott az ajtó betört üvegén. A tettenért férfi elmenekült, de a fénykép alapján a rendőrök rövid időn belül elfogták. A 44 éves helyi lakos kihallgatása során elmondta, többféle gyógyszert vett be, majd alkoholt fogyasztott. Azért ment be a templomba, hogy megfogadja, többet nem iszik, de meggondolta magát, és inkább a persejpénzt próbálta megszerezni. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Több mint 300-an vettek részt a Vízvilágnapja alkalmából megrendezett gátőrfutáson a hétvégén Tiszabercelen. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság már második alkalommal várta a sportbarát kicsiket és nagyokat a Tisza töltésére, hogy együtt mozogjanak és megismertessék az érdeklődőkkel a vízügyi dolgozók fáradtságos munkáját. 3, 2, 1. A gátőrfutás az 500 méteres gyerekfutammal indult. Ebben a versenyszámban 48-an álltak rajtvonalhoz. A szeles időjárás ellenére sokan kilátogattak a gátra, hogy bizonyítsanak. A felnőttek 3,2, 7,2 és 10 kilométeres távon is összemérhették tudásukat. Nyíregyházán dolgozom a vízügyi igazgatóságnál, a feleségem is ott dolgozik, és így gondoltuk, hogy részt veszünk ezen a futáson. A gyerekek is beneveztek az 500 méteres futásra, meg az egyel hosszabbra, a 3,2 kilométeresre. A különböző versenyszámokra 250-en neveztek be. A kísérőkkel együtt meghaladta a 300-at a rendezvény résztvevőinek száma. Az lenne a célunk, hogy a vízvilágnapi alkalmával hívjuk fel a figyelmet azokra az emberekre, akik nap mint nap teljesítik a szolgálatot a gátak mellett, a vizek mellett, és védik vizeinket, hogy nap mint nap hozzá tudjunk jutni, és biztonságban érezze mindenki magát az árvizektől, belvizektől, vízszennyezésektől. Madártávlatból így nézett ki a Tiszabercelei töltés, a versenyszámok helyszíne. A futók itt nem csak a célra koncentrálhattak, gyönyörködhettek is a festői szépségű tájban. Az országos kezdeményezés tavaly indult, a Feti Vízig hagyományteremtő szándékkal invitálta a gátra a futáskedvelőit. Én nagyon örülök neki, mert ma a vízügyi igazgatóságok közül idén ők rendeznek futóversenyt, és tavaly nagyon jókat hallottam itt a Tiszabercelei futásról, de akkor Érden kellett futnom. Most úgy gondoltam, hogy mindenképpen eljövök erre a 10 kilométerre. Az idei gátőrfutást támogató segítségével rendezte meg a vízügyi igazgatóság. Igyekszünk mindenféle megkeresésre reagálni, ami a sportot érinti, tehát megkeresünk egyesületek, versenyszervezők, hogy támogassuk őket. Tavaly ugyanebben az időszakban volt egy futóverseny Nyíregyházán, ami idén nem kerül megrendezésre, így hát egy üres helyünk lett, úgymond, szerencsés véletlen, és így bátran tudtunk egy ilyen nagy és nemes rendezvény mögé állni. A verseny ideje alatt a látogatók kiállításon és egy kis film segítségével is betekintést nyerhettek a vízügyi dolgozók fáradtságos munkájába. Az érdeklődők előtt pedig megnyitották a megye legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepét is, amely 1970-ben üzemelt utoljára.
Másfél milliárd forintból újul meg a Sóstói Múzeum falu a Modern Városok program támogatásával. A közel 7 hektáros kanzern idén a szokásosnál korábban, március végén nyit. Nagypéntektől húsvéti programokkal várja az érdeklődőket. Ebben az évben az ünnepi, már megszokott rendezvényeken túl új elemekkel bővül a Múzeum falu program kínálata. A Sóstói Múzeumfalu közel 7 hektáros területén a népi építészettel és hagyományokkal ismerkedhetnek a látogatók. Tavaly összesen 60 ezer vendéget fogadtak, mondta Nyíregyháza alpolgármestere a skanzen szezon indító sajtótájékoztatóján. Úrik Attila hozzátette, a Modern Városok program segítségével sokrétű újításokat terveznek, ezekre összesen 1,5 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. A cél az, hogy a turisták az állatpark és a fürdő után harmadik célpontnak tekintsék a múzeumfalut. A közeljövőben a múzeumfalu 20 ezeres néprajzi gyűjteményét is rendszerezik majd. Megváltozik maga a belépés is, ugyanis egy olyan házon keresztül fognak majd a látogatók beérkezni, amely már bemutat valamit a múzeumból, ami interaktívá teszi, ami felhívja a figyelmet. Olyan infrastruktúrális fejlesztések lesznek, amelyek mondjuk közvilágítással képessé teszik a falut arra, hogy mondjuk a sötétedés után is lehessen itt programokat szervezni. Lesz színpada, lesz egy külön fogadója, lesz egy új területen egy olyan interaktív játéktér, ami nyitott szabadtéren is lesz, és házban is. Idén a szokásosnál korábban, már március végén nyit a Sóstói Múzeumfalu, a húsvéti programokhoz pedig a Pálinka ház is csatlakozik. Ezen a hétvégén itt beregi pálinka főzők mutatkoznak be, és kóstolóval is várják a vendégeket. A tervek szerint júliustól a megyében lévő 16 pálinka főzdét bemutató kiállítás nyílik majd. A húsvéti látogatókat pedig már nagypéntektől várják a Pálinka háznál és a skanzennál is, mondta a tájékoztatón a múzeumfalu igazgatója. A tojásfestéssel ismerkedhetnek a látogatók a hagyományos és az újabb módszereivel, módjaival. Megismerkedhetnek nagypénteken délután 1 órától a sárga túró készítésének a fortéjaival. A Józsefvárosi Értelmiségi Egyesület tagjai fogják ezt nekünk bemutatni, és aztán utána ezt meg is lehet majd kóstolni. A kalács készítésnek a fortéjaival is megismerkedhetnek, és aztán majd húsvét hétfőn pedig a teljes szokáskörrel, hiszen ezek a húsvéti ünnepi ételnek a egyes fogásait mutatják be. A gyerekeknek játékos feladatokkal is készülnek, a vállalkozó kedvűek pedig húsvéti szagos vizet és saját szódás üveget is készíthetnek. Az egész éves programterv idén több újdonsággal is kiegészül a múzeumfaluban. Novemberben Andrásnapi Pálinka Fesztivált szerveznek, és adventi programokkal is készül majd a Sóstói skanzen. Második Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulójára emlékeztek Vaján. A fejedelem kétszer járt a településen, Vai Ádám gróf birtokán. Az ünnepségen Kozma Péter megyei kormánymegbízott azt mondta, a megyében élő hagyománya van a Rákóczi szabadságharcnak. A vajai gyűjtemény a néhai gróf Vai Ádám újratemetésének 110. évfordulójára készül. Régi könyvek a vitrínben, intarziás székek az asztal körül. Minden a 18. századi magyar főúri életet idézi. A feljegyzések szerint Rákóczi kétszer is járt ebben a teremben, először 1703-ban, amikor támogatókat keresett és talált, második alkalommal pedig 1711-ben, amikor Pálffy János gróffal a szatmári béke egyes pontjait beszélték meg. Az épület a festményen letakart szemmel ábrázolt Vai Ádám gróf tulajdona volt az 1700-as évek elején. A kiváló katona végig Rákóczi Ferenc mellett állt a szabadságharc idején. Követte őt a száműzetésben is. Sőt, Hanvaikat is egy évben, 1906-ban hozták haza. A kerek évfordulóra novemberben konferenciával emlékeznek. Közismert azt, hogy Kuruczvai Ádám csak Lengyelországig követte a nagyságos fejedelmet, és ő ott telepedett le, ott élt 1719-ig haláláig, majd 1906-ban hozták haza Hanvait, júniusban, kicsit korábban, mint Rákócziékat Törökországból. Ennek most lesz a 101. évfordulója, és ebből egy tudományos emlékkonferenciát rendezünk. P.
Pénteken Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulójára emlékeztek a településen. Kozma Péter kormánymegbízott azt mondta, a megyében méltó módon őrzik a fejedelem emlékét. Minden évben megemlékezünk arról a fejedelemről, aki elvei mellett, hite mellett, ősei által követett példát megtartván kiállt, és számára legfontosabb volt a szeretett magyar föld. Az ünnepség végén állami és civil szervezetek koszorúzták meg Rákóczi szobrát. A megemlékezők között ott voltak a helyi iskolások és Vay Ádám kései leszármazottai is. Első tavaszi hazai meccsén elszenvedte idei első vereségét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 20. fordulójában lejátszott mérkőzésen a várdaiak 1-0-ás félidőt követően 3-2-re kikaptak a sereghajtóként érkező Soroksártól. Négy idegenbeli mérkőzést követően a tabella utolsó helyzetjét fogadta első hazai meccsén a kisvárdai együttes. A több korábbi nyíregyházi játékossal megerősített vendégek ellen a 36. percben Rajci góljával szerezték meg a vezetést a hazaiak. A második félidő 8. percében a volt válogatott Gyepes némileg szerencsés góllal egyenlítette ki az állást. A folytatásban felpörögtek az események. A 60. percben egy levágódó szabadrugás követően Sándor bombázott a kisvárdai kapuba. Két perccel később Cseri kapufára gurított labdáját délszeg sodolta a soroksári kapuba. Újabb két perc múlva egy hazai védelmi hibát követően Fodor csak 11-est és kiállítást érően tudta megállítani Csirus Ádámot. Gyepes büntetőjét viszont Ribánszki nagy vetődéssel hárítani tudta. A védő 4 perc múlva jóvá tette hibáját, amikor egy baloldali szögletet követően megszerezte csapat a harmadik, mint később kiderült győztes gólját. Egy jó csapatnak, amikor 1-0-ra vezet, akkor azt az előtt mindenféleképpen meg kellett volna tudnia tartani. Érthetetlen összeomlások voltak. Azt, hogy egy játékos az első fél időben, én úgy gondolom, hogy megfelelően teljesít, jó teljesítményt nyújt, megvan az előny. Lehet, hogy már azt hitték a játékosok fejbe, hogy ez a mérkőzés megvan. Én mondtam a meccset megelőzően is, hogy a Soroksár veszélyes ellenfél, és hát ez sajnos be is bizonyosodott. A korábbi nyíregyházi edző Lucsánszki Tamás szerint győzelmüket annak köszönhetik, hogy az első fél időt követően változtatni tudtak játékukon. Készültünk, ugye, hogy a Várda a széleken megbont bennünket, ugye erre felkészültünk, ezért egy zártabb, stabilabb játékot játszott. 0-1 után ennek egy percig nem volt már értelme. Szerencsére most ez így bejött. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legjobb formában lévő csapat, és tényleg intenzív támadó játékot játszanak, úgyhogy rendkívül értékesnek tartom ezt a 3 pontot. A forduló további eredményei a következők: Szeged-Ajka 0-0, Zalaegerszegvác 3-4, Csákvár-Budaörs 4-1, Gyirmóc-Sziget-Szent Miklós 2-2, Balmazújváros-Siófok 4-0, Szolnok-Mezőköves 0-1 és Sopron-Dunói város 1-1. A tabella élén a 44 pontos Gyirmót áll megelőzve a 36 pontos Zalaegerszeget és a 35 pontos Mezőkövesdet. A 30 pontos Kisvárda a 6. helyen várja a folytatást. Vereséget szenvedett az alapszakasz utolsó meccsén a Malsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese Zalaegerszegen kapott ki 91-67-re. Az alsóházi rájátszásban érdekelt kék cápák a hétvégén Budapesten, a MAFC otthonában kezdik a bajnokság második szakaszát. Az alapszakasz utolsó meccsén az élmezőnybe tartozó Zalaegerszeg otthonában lépett pályára a Malsó Nyíregyháza. Az első negyedet a vendégek nyerték 3 ponttal, a második 10 perc 11 ponttal a hazaiak élet. A nagyszünet után az zete kezdett jobban, majd a nyíregyháziak percei következtek, 49-49-nél egyenlőt mutatott az eredményjelző. A folytatásban felpörögtek a hazaiak, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, és az Egerszeg végül 24 pontos győzelmet aratva érvényesítette a papírformát. Az eredmény sokkal nagyobb különbséget mutat, mint ami szerintem volt a két csapat között. Addig fegyelmezettek voltunk a védekezésben, illetve nagyon nehéz megállni azt, hogyha valaki közvetlenül melletted törne be, akkor sem segíts oda, hogyha ezt a védekezést nem engedni. Addig meg tudtuk tartani őket, ugye a zónavédekezésünk ellen nem nagyon tudták az ellenszert megtalálni. Aztán kockáztattak, a Govens 7-8 méterről 2-3-ast fölemelt, és mind a kettő beesett. Így fel kellett, hogy adjuk azt a védekezésünket. Onnantól kezdve pedig az Zalaegerszeg tudta azt a játékát játszani, amit egyébként is szokott. Betörések, megbontják a védelmet, és ilyenkor jönnek valahonnan a segítések.
A forduló további eredményei a következők: Körmend Szombathely 164, Jászberény Pécs 87-91, Kaposvár Sopron 112-93, Kecskemét Szolnok 78-86, MAFC atomerőműese 70-77 és Szeged Albafehérvár 87-99. Az alapszakaszt a Szolnok nyerte 20 győzelemmel és 6 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőműesét. A Marsó Nyíregyháza 5 győzelemmel és 21 vereséggel a 13. helyen végzett. A Kékcápák a folytatásban a Jászberénnyel, a Szegeddel és a MAFC-szal játszanak egy oda-vissza meccset. Most kezdődik egy új időszámítás, természetesen mindenki ebben bízik, gondolom, akik itt az alsó körbe kerültek, hiszen jön 6 mérkőzés, és szeretnénk elkerülni ezt az utolsó előtti helyet, ami nagyon nehéz lesz, hiszen 3 győzelemmel állnak előttünk a csapatok. Nagyon extra teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy esetleg ez sikerülhessen. A Nyíregyházi gárda a középszakasz első meccsén szombaton Budapesten a MAFC otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Március a szabadtéri tüzek időszaka. Még csak 21 nap telt el, de már csaknem 50-szer riasztották ilyen okból a megyei tűzoltókat. Az esetek 99%-ában emberi mulasztás az oka az égésnek. A katasztrófavédők azt tanácsolják, oltóanyag minden esetben legyen a tűz mellett, így lehet a legkönnyebben megakadályozni a tűzkárt. Évente 100-150 Down-szindrómás gyermek születik Magyarországon. A Nyíregyházi Down Egyesület az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztésének fontosságára hívja fel a figyelmet a Kromoszóma Napok című programsorozatuk keretében. Több mint 300-an vettek részt a Vízvilágnapja alkalmából megrendezett gátőrfutáson a hétvégén Tiszabercelen. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság már második alkalommal várta a sportbarát kicsiket és nagyokat a Tisza töltésére, hogy együtt mozogjanak és megismertessék az érdeklődőkkel a vízügyi dolgozók fáradtságos munkáját. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 21-én hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, addig is tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Kedd estig a Kárpát-medence időjárására két ciklonális rendszer is hatással lesz, átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet és kissé mérséklődik a nappali felmelegedés. Éjjel gomoly felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és néhol előfordulhat eső. A nyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd délelőttől gomoly felhős napos idő várható. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, a nyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban több lesz felettünk a felhő, esőre, záporokra is számíthatunk, és pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke. A hét végén viszont ismét melegszik az idő, a húsvéti ünnepek idején napos, kimondottan meleg tavaszi időnk lesz, éjszaka azonban néhol még fagyhat.